Szép jó estét kívánunk minden kedves Alfa Mor Racing TV nézőnek. Eltett újabb két hét, és ismét jelentkezünk a VSR ATCC bajnokságának a második versenyhelyszínével, ezúttal innen Fujiból. Jó magam, Fáj András vagyok, kommentátor, szék másik oldalán pedig Fekete Lehel. Én is köszöntök minden kedves nézőt. Sziasztok! Hát igen, így van, ahogy Munyez elmondta. Második futamhoz érkeztünk. Az első futamot ugye két fordulóban áll egy verseny hétvége. Az első futamot Nagy Zsolt nyerte, és a másodikot Lengyel Ákos, ha jól tudom. Így van. És nagyon szoros ezáltal a bajnokság. Nagy Zsolt vezeti jelenleg 151 ponttal mögötte, 13 ponttal elmaradva Lengyel Ákos szintén futamgyőzelemmel. Szabó Gábor a harmadik helyen tanyászik jelenleg a pontversenyben. Negyedik Bátfai Krisztián, ötödik Varga Péter, hatodik Sugolics Péter, a névrokonok. Hetedik Gáspár Zsolt, Halász Gergő nyolcadik, kilencedik Sajci János, tizedik pedig Pikó Zoltán. Esetleges kérdése van valakinek, vagy valami szeretné bővebben tudni a pontversenyt, hamarosan kilinkeljük ide a chatbe is, hogyha ne talán valakinek lenne szüksége, szeretné böngészni ezt. Közben egyébként a rövid időn belül kezdetét veszi majd az időmérő edzés. Jelenleg a szabad edzés zajlik, Szabó Gáboré a leggyorsabb kör, 1.37.2-vel, mögötte Suborics Péter van, 1.37.4-gyel.
aztán 1.37.4-el szintén Sajc János, Halász Gergő 1.37.5, aztán itt három is vannak 1.37.5-tel, hiszen Lengyel Ákos és Molnár Dániel is. Annyit futott Gáspár Zsolt 37.6, és itt van egy kicsi szakadék 37.9-el Lengyel Krisztián. Végszabolcs és Pikó Zoltán is 37.9-et ment, csak úgy, mint Bátfai Krisztián. Elég szorosak egyébként a köridők. Valószínű a kedves nézőknek ismerős ez a pálya, csak éppen nem a mostani legfrissebb verzió, hanem az 1983-as pályavonal vezetése, azóta több átépítésen esett át a pálya. Érdekessége, hogy a Fuji hegy lábánál helyezkedik el, dimbes-dombos kanyarai miatt igen érdekes a vonalvezetése. Van bőven előzési pozíció, a pálya közepe szinte vége fele van egy sikán, ami miatt megnehezíti versenyzők dolgát, hiszen hatalmas sebességből kellett abszolválni. Van egy nagyon hosszú célegyenesünk is, úgyhogy végsebességtől sem fogunk hiány szenvedni. Az biztos, főleg ha csak a BMW-kre gondolunk, képen pont egyébként Gájer András van. Talán ők azok, akik a legnagyobb végsebességet itt majd ki tudják csikarni. Ugye Sugarics Péter is BMW-vel van, és ő van ugye jelenleg az első helyen. Hát nem egy könnyű pálya, de azért nem is tartozik a legnehezebbek közé. Ami nekünk jó lehet majd, hogy sok előzési pont van viszonylag. Mert kicsit szokatlan így egy túrautót látni, bár egyébként egyre többen több túrautó bajnokság használja a Forma 1-es vonalvezetéseket, ugye. Hát azért tudni kell erről a pályáról, hogy ahhoz képest, hogy az 1983-as vonalvezetés pályát 1966-ban építették, és a legelső futam pedig 1967-ben történt. Ha jól informálódtam, akkor egy Forma 1-es futam volt itt. Érdekessége még a pályának az, hogy mostani, mint a jelenlegi vonalvezetésen eléggé kevés kanyarszám található, pedig a felújítottan pedig 12 kanyar, úgyhogy azért egy picit még bonyolult, még bonyolabb, jajna, bele. Csak nyugodtan. Belekavarodtam a dolgokba, tehát még inkább nehezebbé tették ezt a pályát. 2005-ben építették újra 140 millió euróért, és méltán híres Hermann Tilke tervezte át ezt a pályát. Hát elég sok pálya fűződik a nevéhez, mint például a múlt hétvégén ott mutató Forma 1-es pályának, a Szepánki futamnak is ő tervezte a vonalvezetését, és ő alkotta meg a versenypályát. De azért nézzük meg, hogy még nem kezdődött el az időmérő, még 40 másodperc van hátra, úgyhogy hamarosan kezdődik a banzáj. Így van. Addig gőzerővel tesztelnek a srácok, még kis felkészülten érkezti ide hozzánk pályaadatokkal és egyéb extrákkal. Hát igen, Hermann Tilkének van pár jó pályája. Szinte, hanem inkább ki lehet jelenteni, hogy az egyik legsikeresebb és a legjobb pályatervező, mint Forma 1, mint pedig ugye, amit ugye átvettek a túraautók is. Úgyhogy nem csak Szepánk van, még nagyon sok pálya, az ő nevéhez fűződik. Én nem tudom fejből, hogy még, de annyit tudok, van hogy... Például
elnézést, szabadba vágódó. Ott van például az isztambuli versenypálya, most jelenleg nem szerepel a formában, és ott van a mostani Európa nagydíj a Forma 1-ben, ugye a valenciai nagydíj, érdemes megemlíteni az Abu Dhabi versenypályát, ami érdekes jaktokkal, jakt kikötővel van körbevéve, azt hiszem még az Austin pálya is az ő nevéhez fűződik, így van. Van itt sokféle pálya. Nagyon sok. És közben átváltottunk az időmérő edzésre. Így van, 15 perc áll rendelkezésre minden pilótának, hogy a legjobb köridéjét össze tudja tenni. Suborics Péter már kint van, de nem ő fogja megkezdeni a gyors köröket, hanem egy piros autó lesz, az mindjárt mondjuk, hogy ki. Megtalálom itt a listában, aztán lehet, hogy már nem. Hát most meg nem mondom, ki kezdi a gyorsköröket, mert itt már össze-vissza kavarodás van. Nézzük egyelőre Suborics Pétert, aztán majd ugrabugrálunk itt. Az előző hétvégén azért Sepangban nagyon nagyot versenyeztek Nagy Zsoltal. Hát egyébként ez is tipikus hátsókerekes pálya, tehát egymás után két olyan pályán versenyeznek most a srácok, ami a BMW-nek kedvez. Ettől függetlenül azért nem éltek meg az első kerekes autóversenyző pilóták sem. Közben ott egy kisebb baleset, egy megforgás. Egyébként 25-en vagyunk jelen, úgyhogy ismételten nagy létszám van. Na és akkor Suborics most fogja majd elkezdeni egy gyors körét. Az egyik Alfa Romeo-s azért legyeskedik ott az óra körül. Próbál egy kis szélárnyékot csenni itt a BMW-től, segítvén ebben saját magát. De sokan vannak kint egyszerre a pályán, egyébként mindenki szinte egyszerre jött ki, úgyhogy tömeg van a pályán. Elképzelhető. Egymásnak a szélárnyékozás az lehet, hogy kifizetődő, bár nem tudom mennyire szeretnék a másik pilótát segíteni, hogy előbb végezzenek. Hát nem tudom, ebből még bonyodalmak is lehetnek, viszont azért szélárnyékból nem olyan egyszerű megállni egy túróutóval sem. Ugye az egyik legnehezebb az a formulautóknál szélárnyékból jó féktávot venni, de hát túraautóval se egyszerű. Hát én személy szerint Formula 1-es autóval inkább szívesen veszek szélárnyékba féktávot, mint egy túraautóval. Közben nagy csohat. 1.37.558-al az élen, Suborics 1.37.589, aztán Szűcs Máté 1.37.908. Hát igen, ki mivel szeret versenyezni, ezt tudjuk, hogy neked inkább a formula autó, ami a kezedre való. És közben figyeltem Lengyel Ákost, aki az 5. helyre tudta behozni az Alfa Romeo-ját. Tőle azért én többet várnék. Szűcs Máté pedig egy úgy pilóta most ezen a futamon, az előző hétvégén nem indult, de gyorsabb volt az első szektorban Nagy Zsolthoz képest, de Nagy Zsolt és Suborics Péter is gyorsabb volt, illetve Lengyel Ákos 3 tizeddel gyorsabb az első szektorban.
Most azért sorra döntögetni fogják az időket, úgy látom. Két tized, majdnem két tized Szűcs Máténak az előnye egyelőre. Na, 1.37.558 egyelőre, még mindig Nagy Zsoltnak az ideje. Gáspár Zsolt jelenleg csak a 24. elég átul van. Na de nézzük Szűcs Mátét egyelőre, hogy milyen köridőt tud menni. 1.36 és 1.37. Másfél tizeddel elmaradt az első helytől. 1.37.3, több mint két tized most már, 1.37.0-val Suborics van az élen. Pikó Zoltán itt a 6. helyen, hát neki ez az idő nem olyan jó, a Lengyel Ákos a 7. helyen tud-e javítani. 37.9.31 volt az ideje. És 1.37.5.55 ebben feljön az 5. helyre. Gáspár Zsolt pedig köridő nélkül mindig csak a 24. Hát Gáspár Zsoltnak ez így nem jó. Szabó Gábor a Chevyvel. 1.37.308-al a 3. Tehát két BMW, Chevy, egy Seat, ami meglepetés, és egy Alfa Romeo, majd aztán egy Honda, és talán Pico is egy Hondával van, így van, aztán egy BMW, majd jön még egy Honda, és a 10. helyen plusz még egy Honda, tehát a top 10-ben elég sok Honda van jelenleg. Nézzük, Fehér Milán a 12. helyen tud-e javítani. Egyelőre 1.38.329 az ideje. És Gáspár Zsolt továbbra is idő nélkül a 24. Halász Gergő 23. idő nélkül, és Vég Szabolcs a 25. szintén köridő nélkül. Minden bizonnyal fognak még futni, azért költ van még hátra 8 percük. Bőven-bőven belefér, legalább két mért körne. Nézzük, Fehér Milán, hát 1.38.199, de maradt a 12. Molnár Dániel csak a 22. a Chevyvel. Valakire, mint hogyha villogna is, vagy csak beakadt a fék. Közben Vég Szabolcs feljött a 7. helyre, 1.37.8-al. Na nézzük Molnár Dánielt, a 3. mekkora szélárnyékot kapott, 1.37.2. De jó ég, csapattársától kapott egy elég komoly szélárnyékot, aminek köszönhetően feljött a 3. helyre. Na is Gáspár Zsolt. Fú, másfél másodperc az első szektorban, hajaj. Azért az az Alfa többre is képes. Halász Gergő pedig már mi a második szektornál van. Hát egyelőre azért a BMW-k lekajáltatják a mezőnyt, nem tudom te, hogy vagy bele. Hát igen, hogy kijön az egyenesekben az előny. Mindenképpen. Sokat számít az BMW motor. Hoppá! Halász Gergő a Hondával 2 tized, egy gyorsabb, mint Suborics Péter. Az meglepetés lesz, ha behúzza a Hondával az első rajtkockát. Ez mindenképpen. Egyedüli Seatos, legalábbis a top 10-ben, Szűcs Máté az 5. helyen. Szabó Gábor is gyorsabb, 3 tizeddel, és Lengyel Ákos is jobb, mint Suborics Péter. Na most Suborics foghatja fejét. Főleg, ha boxban van, na de nézzük Halász Gergőt, milyen időt fog futni. 1.36, 1.37, 0.59, megvan az első hely. És Gáspár Zsolt csak a 23. Tűha. Gáspár Zsolt elmegy még egy gyorskörre, minden bizonnyal Szabó Gábor. Közben Suborics most kezdi meg a gyorskörét. Nézzük is őt. Második helyen jelenleg. Az imént visszaesett, úgyhogy
Szabó Gábor 1.36-4.80 a Chevyvel. Hűha! Na, erről nem maradtunk csúnyán. Csúnyán, erről csúnyán, hát azt láttam, hogy 3.10, de ugye gyorsabb, ezt el is mondtam a nézőknek. Utána. És közben Sovarics 76 ezreddel le van maradva az első szektorba, a negyedik helyen jelenleg. Eléggé visszaesett. Nagy Zsolt pedig csak az ötödik, és itt hibázott is Sovarics. Mégis olyan BMW-s pálya akkor? Ó, és Sovarics egy picit megtántoltatja. De nézzük a második szektort. Mondjuk ez csúnyán elrontotta, úgyhogy 3.10. Az már sok. Mondjuk még így is tudja vitteni az idején, úgyhogy ezt így be tudja fejezni. Hát, hogy ezt így hozza, akkor a második hely még meg lehet. Gáspár Zsolt fejön a tizedik helyre. Nézzük Sovarics idejét, jelenleg 1.37.084-et ment, nézzük most mit megy. Jó az a BMW az egyenésben. Hát nem tudott még a saját idején is javítani, úgyhogy jó a BMW az egyenesben, az tény, meg hosszú távon, tehát egy versenyben talán jobb lesz a BMW-nek a tempója majd, főleg, hogy azért gumi kimélőbb. De ha meg tud lógni a rajtnál ott... Kigyorsításoknál is kéne figyelnie. 58 ezredben van elmaradva az első szektorba. Ráadásul három olyan pilóta van előtte, ugye Szabó Gábor. Ő is elég kemény versenyző azért. Ott van Lengyel Ákos, illetve Halász Gergő. Hát ő kapott egy Chevyt, egy Hondát és egy Alfát. Molnár Dániel jött az ötödik helyre föl a Chevyvel, Nagy Zsolt pedig már csak a hatodik. Hát hullanak a BMW-k, és a top 10-ben ők vannak egyedül BMW-vel ketten. A legjobb BMW is még mögöttük, Varga Péter a 12. helyen. Hát a második szektorban 39 ezreddel jobb Sovarics Péter. Hát de itt belerontott. Ezt nem kellett volna. Na itt még a végén javulhat szerintem. Ha van még hátra 2 perc, 45 másodperc, úgyhogy még minden bizonnyal egyetlen egy körebb lesz. Ha ez nem is lenne olyan jó. Egyelőre Sovaricsban van potenciál, aki így megverheti Szabó Gábort. Nézzük az idejét. 1.36.9 csak. A végén sokat kapott. Viszont ez neki jó, mert rajtnál a BMW az kilő, mint egy rakéta. Senki nincs egyébként javítóba, ahogy nézem itt a feliratokat. Nézelődjünk közben körbe. Halász Gergő a negyedik helyen 45 ezreddel volt elmaradva. Az pont rápattintottam, pont rámentem, úgyhogy... Jó helyen tapogatózol. Én ismerem Halász Gergőt egyébként, egy másik közösségnek a tagja még. Volt szerencsém egy-egy teszten ott megfordulni és közvetíteni őket. Nem árulok el nagy titokot, hogy a HROC-ről van szó, úgyhogy hát tudom milyen versenyző. 2.10. Még így is jó lehet. Ó, és egy picit rázolok a rázókőre. Azt nem kellett volna. Én el is vette. Abba is hagyja a kört. Tip Top Racing. Nagy Zsolt. Hoho. Ó, jaj. Az úgy sok. Azért nézzük meg azt a közöső szektort, mit mér. Hát 5.10, ez szerintem ebben marad a hatodik. Ó,
és Nagy Dávid a 7. helyen megdriftelteti a Chevyt. Szűcs Máté, na, próbálkozik? 9. helyen a legjobb Seatos, egyedüli Seatos, akit eddig elkaptam. 3/10, csak a lemaradása. Ha mondjuk Seat Leonnal felvenni a versenyt, azért nem egyszerű feladat. Csak én látom úgy, hogy visszavett a tempóból, vagy? Igen, elvette a tempót. Visszavett, jó van, úgyhogy nézelődjünk itt a... Hát ennyi. Nem nézelődünk sehova. Hát akkor Csubolics Péter megszerezte. Elnézést, nem. Szabó Gábor. Szabó Gábor. Szabó Gábor megszerezte a pozíciót, úgyhogy mindenképpen érdekes futamnak nézünk elég a BMW-sek, hogy tudnak följönni, vagy mi történik majd. Addig maradjatok velünk, hiszen most ellépünk egy pici reklámra, úgyhogy popcorn és innivaló be, és jövünk vissza mindjárt.
Na és akkor visszatértünk ide az időképpel. Hamarosan kezdik a futamot, úgyhogy mi is tükönülve várjuk a rajtot, igaz? Ugye így ez? Van, így van. Hát itt még ugye körülbelül 2 perc, már egy másfél-két perc áll mindenki rendelkezésére, hogy kimásszon a pályára. És elfoglalják a rajt pozíciójukat, aztán utána... Hát az a bizonyos első kanyar itt majd hoz majd nekünk meglepetést bőven, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy lesz az elfordulás. Az biztos, hogy Suborics Péter le fogja rajtolni Szabó Gábort. Tehát a BMW az tud olyat rajtolni. A Nagy Zsolt minden bizonyan följebb fog jönni a rajt után, 6. helyről. De hogy meddig fog tudni felsorakozni, azt azért nem lehet tudni. És egyébként utána a legjobb BMW-s, ha jól látom, gyors végiglapozom, de egyébként talán Varga Péter van a legjobb BMW-s még, itt a 14. helyen. Úgyhogy... utána a többi BMW-s kicsit hátrébb van. Közben állnak ki a rajtrácsra a srácok, természetesen mint mindenki kint van, kezdetét veszi majd a felvezető. Szűcs Máté egy 9. Én úgy tudom, ő az egyetlen Seatos itt most a mezőnyben. Igen, jól tudod ezt. Ő az egyedüli Seatos az egész mezőnyben. Hát azért... végig böngésztem, úgyhogy... én félnék, tehát hogy 24 autó és egyedül vagyok 25-ként itt Seatos. Hát nem tudom, én bennem lenne a para, hogy ajaj, összetörnek a srácok. Itt kitúrnak, van itt Alfa, Honda, BMW, Chevy. Én meg itt valami Seattal hát itt ott nyeleskedek. Eléggé kiközösítve érezheti most magát. Na de... reméljük, hogy nem történik semmi galiba emiatt. Egy-két pilóta még a boxban várakozik. Bőgetik a motort, mindjárt rajt lesz. És ebben a pillanatban elrajtól a felvezetőkör. nem sikerült megetetni. Hát ez nem úgy működik, kedves kolléga. Opa! Ott valami volt. Próbálom megkeresni. Hát ilyen intenzív volt a felvezetőkör, akkor mi lesz itt a rajtnál? Hajaj! Hát mondja már még egy-két pilótának a közönség, hogy ez nem a autó. Csinálnak mindent, csak éppen nem a pályán versenyeznek. Ó, és ott egy pilótát kilöknek a kettőre, jó van ez. Egyelőre nagyon agresszívak a srácok. Túlzottan agresszívak egyébként. Közben veled, hogy versenyzünk, tehát bealudtunk, úgyhogy elnézést kérünk, óriási bakit vétettünk. Kőkeményen verseny van. Ugyanis Szűcs Máté a 6. helyen tolja le Halász Gergőt. Jó, hát akkor elnézést kérünk még egyszer. Így van, kicsi, bealudtunk, elfelejtettük, hogy a rész 07-ben általában álló rajta mennek a srácok. Úgyhogy nézzük akkor, hogy Szűcs Máté mit tud kezdeni majd Halász Gergővét. Az 5. helyen már teszi be belső ívre, és akkor nézzük, hogy meg tudja előzni. És közben Suborics Péter mellé a 2. helyen Lengyel Ákos érkezik. Ketten egymás mellett fordulnak el az első kanyarban. Ó, és szinte kilőtte. Ez egy kicsit csúnya volt, ráhúzta az autót. De védekezik minden. Ezek ugár kihasználva a pályának Suborics. Szabó Gábor elég szépen jött el akkor a rajtnál. Itt tényleg elnézést kérünk, hogy bealudtunk itt, majd hogyha nézik a felvételt, akkor sajnáljuk, tényleg itt összekeveredtünk egy icipicit rajtnál, még hozzá kell egy kicsit szokni ez a dologhoz. Szűcs Máté egyébként megelőzte Halász Gergőt, aztán nézzünk hátrébb is egy kicsit, hiszen itt
Gáspár Zsolt szeretné Bátfai Krisztiánon áthámozni magát a 10. helyen az Alfájával. És Gályer András BMW-vel a 11. elég hátulról jött, úgyhogy szépen lépeget előre. És Bátfai Krisztián meg próbálnak beszúrni Varga Petinek. Gáspár Zsolt nem bír egyelőre Bátfai Krisztiánnal. Hát igen. Remélem, mint a Forma 1, hogy esetleges jogiósítással nagyobb végkupóval elmehet, hiszen itt azért, hogyha akkor a sebességkülönbség nem lehet, mint a Forma 1-ben, hogy 10, 15, akár 20 km per órával jobban kigyorsít a kanyagból a... De most nagyon ott van, bocsánat, hogy a szabad vágok, most nagyon ott volt célárnyékban, úgyhogy nézzük, és eltalálja Varga Pétert. Fú, Bátfai eltalálta Varga Pétert féktávon. Ájjjjj, ez most így nagyon nem volt jó. És szép sem, ott itt a 12.-13. helyen Fehér Milán és Müller Péter gyepálják egymást, de nagyon keményen is előttük egyébként pont Varga Péter van. Megközben pedig a 6. és 7. helyen Molnár Dániel és Halász Gárgő van nagy csodában. És közben nézem, hogy Szűcs Máté 9. helyre előre jött egészen az 5. helyig. Így van, hát azért Szűcs Máté most kirekesztve ide vagy oda számkivetetként azért megmutatja, hogy hát fiú, a Seat is jó autó, miért nem választottátok? Igen, van a taxisága. Hát alapfestés ugye, egyelőre most csatlakozott be a bajnokságba. Rögtön egyébként A-szerveres lett, ugye osztályozó van mindig, illetve feljutásos rendszer. A B csoport és hát a B bajnokságnak az első három helyezettje automatikusan a ligás, illetve az A-ligával az utolsó. Közben 15 és 16. helyen van egy nagy csata, Galambos Péter és Veres Ákos. Veres Ákos, igen. Veres Ákos van belső íven, hopp egy kicsit fű, és visszasorol Galambos mögé. Szóval befejezem gyorsan, az A csoport utolsó három helyezettje pedig kiesik és a B ligába kerül, miközben mögöttük még mindig nagy csata van, most már mások között Tóth Gergő és Lengyel Krisztián. Lengyel szeretne egy belső éven elmenni majd. Egyelőre az nem fog menni neki. És de, beteszi belőle az autót és szépen megelőzi. De elrontja az első kanyat és így Tóth Gergő vissza tud jönni. Nem. Közben a 4. helyen van már Szűcs Máté. Megelőzte Lengyel Ákost. Erről is nem maradtunk sajnos. Így van, de Lengyel Ákos, hát szeretett volna visszajönni, de... Valami baj van az autó, hiszen nagyon csúszkál. Nagy Zsolt az 5. esik vissza a 3. helyről. Na, a 3. a Seat, hóhaj! És Molnár Dániel megelőzi Nagy Zsoltot? Így van, Molnár Dániel átveszi az 5. helyet, Nagy Zsolt pedig támadva vissza. Ott van mögöttük Halász Gergő is. Na, ez így nagyon gyönyörű. Így van, maradjunk is rajtuk. Már kezdtem hiányolni ezeket a nagy csatákat. Közben Lengyel Ákos is utolérik, úgyhogy a 4-es bolyit még hozhat nekünk meglepetést. Hát most egyébként 5-en vannak, hogyha Halász Gergő is rendesen felér. És amíg közben ők 4-en elvannak, addig itt Szűcs Máté lassan lopózik el tőlük. Molnár Dániel pedig külső éven szeretne elmenni a célegyenesbe Lengyel Ákos mellett. Nagyobb a végsebessége, úgyhogy szerintem... Hát, de még mennyivel? Azért egy... Lacsert így ott hagyja az Alfát, és jön a BMW, figyelt, hogy jön a BMW külső éven, még ő is megfogja? Nem, ő még nem, és Lengyel Ákos pedig vissza próbál szúrni az első kanyarba, belső éven nem sikerül neki talán itt a második kanyarba. És... Molnár Dániel jobb éven van, úgyhogy ez megvan neki. És külső íven ott nem autózott körbe, össze is mennek, de szabályos volt, belefér a duróautózásba, viszont így megjött Nagy Zsolt és Halász Gergő. Aj, de keményen püfölik egymás a srácok, nagyon szép csaták vannak, és Halász Gergő pedig beteszi Nagy Zsolt mellé. Hát ez így érdekes.
belül tudja tartani Zsolt egyelőre. Így van, visszasorol mögé Gergő, aki meg azért nézelődik. És közben meglógott tőlük, jól? Szűcs Máté. Így van, kicsit megnyugodhat Máté ott a harmadik helyen. És érkezik Gáspár Zsolt egyébként, hoppá! Jön Gáspár Zsolt az Alfával. És közben lemaradtunk egy hatalmas tömegbalesetről. 23. helyen jelenleg jön vissza Bálára, Balombos Péter első lökvállítója nincs meg. Én erre most kíváncsi vagyok, úgyhogy lehet, hogy picit visszatekintek a történtekbe, és történt. Én addig kukkolgatom itt Csuborics Pétert, aki viszont nagyon közel van Szabó Gáborhoz. Szeretném megelőzni, nagyon ott van mögötte. Fél autó a távolság kettőjük között. És közben 9., 10. és 11. hely hatalmas csata van kialakulóban. Itt, ahogy Varga látom, Péter. Varga Péter picit föltartja itt a fiúkat. Így van, de Gájer András is tartja föl maga mögött Nagy Dávidot. Dávid nagyon szeretne elmenni, egyébként mögött a Salc János jön. Dávid nem tud elmenni Gájer mellett, pedig nagyon szeretne. Erőlteti, de nagyon erőlteti. És külső ívről körbeautózza semmivel a BMW-t. Hát mekkorát előzöl. És jön Sajc is, és ő is megcsinálja. Megelőzi Gájert? Gájer most belső íven van, de nem. Hát Gájer most így másfél kanyar alatt két pozíciót bukott, és ott van mögött a fehér Milán a Hondával. Hát még ő is lekajáltatja szerencsétlen Gájert, akkor... Hát nem tudom. Ott van szélárnyékban, szerintem ez meg lehet a féktávon, hogyha belül tud maradni. Hát... Nem. Belső ívet azért védi Gájer. Vannak a BMW-nek a végsebessége. Talán külső ívő. Aj, mekkorát fékezett Milán. Na, az nem lesz meg. Nem működik hát. És közben Lengyel Ákosra érkezik az ötödik helyen. Nagy Zsolt. Nagyon csúszkálnak a pilóták. Nagyon közel van. Egy autónyi távolság a két pilóta között. Halász Gergő is azért ott van, követi őket. Gáspár Zsoltnak kedvez ez egyébként, hogy fokozatosan jön fölfele. Ó, és ott van Szélánk, talán az egyenesben bőven megállt ez neki. Nagy Zsoltnak. Motorerőben az Alfa és a BMW majdnem egy szinten van, de motorikusan nagyon jó az Alfa. Hát gyorsabb, nagyon gyorsabb. Kérem szépen kibújik szélárnyékba, és lehet, hogy külsőjében is megvesz neki féktávon. Ha jó féktávon tud venni, akkor az megvan neki. Ó, aj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 
világos. Szép volt. Egyébként Molnár Dániel pedig Szűcs Mátét szeretné megelőzni. Igen, kell az adbogó neki. Egyébként nem azért blokkol a hátsó kereke az autónak, mert bárki azt hiszem, hogy hátsó kerekes a Chevy. Férjét és ne essék, köze nincs ahhoz. Egy első kerekes autókról van szó, semmi segítség, inkább hátrét teszik a nagyobb fékerőt. Előbb blokkolna, akkor
hát elég csúnyácska dolgok lennének itt a kanyaroknál, és hát végtávokon nem befordulnának, hanem egyenesen tovább csúsznának, így viszont ugye a hátsó kereken blokkolnak, ugye könnyebb megállni is, illetve elfordítani az autót. Tehát nem azért van, mert hogy a Chevy hirtelen hátsó keréknek hajtású lett volna. Egyébként tényleg. Itt a hátsó, mindenek itt a hátsó régiókba, de nagyon csata nincsen kialakulóval. Egy kicsit visszafogottabbak így a két héttel ezelőtti Sepang nyitó futamot. Egyébként az első és második helyen Subolics Péter fog előzni. Most Molnár Dániel az egyenesbe megelőzte erőből Szűcs Máté, aki szeretne visszatámadni, de nem tud. És Subolics, amit mondtál, továbbra is. Szinte meg lehet neki az első kanyarban az előzés, csak Szabó Gábor tartott az évben az autót, és jó volt a kigyorsítása. Na, ez itt nagyon érdekes. Örökön keresztül harcolnak már egymással. Így van, nem lefutott a verseny még. Közben érdeklődnék tőled, hogy hány körünk van még hátra. 4 kör van hátra még a futamból, úgyhogy belehúznak majd a versenyzők, és láthatunk még itt a végén egy nagyon csatát szerintem. Szerintem már Szabó Gábor alatt azok a gumik elfogytak. Hát nem tudja már tartani Suboricsot. Ha nem is elfogytak, Suborics! Suborics! Na, ezt eldobta szerintem. Onnan már nem fogja visszajönni. Ha csak nem Szabó Gábor fog hibázni. Hát 4 kör, ugye tipikusan általában az utolsó 2-3 körre az első kerekeseknek az nem éppen a legjobb. És ugye a BMW azért nem eszi annyira a gumikat. Közben a Szűcs Máté visszavette a 3. helyet. Így van, erről lemaradtunk. Igen, és most... Molnár Dánielnek mekkora a végsebessége. Már megint szóval ugyanott. Szó szerint letolja a pályán. Igen, az első kanyarban ez meg lesz neki. Két autó... Szűcs Máté lecsúszik a hibra és kiment a pálya mellé. A Zsolt átlépte Lengyel Ákost. Lengyel Ákost már a 7. szinte hibázott, mert Halász Gergő megelőzte. Hát akkor Molnár Dániel köszöntetjük a dobogón. Messze van még a vége, de Szűcs Mátét lehet, hogy még Nagy Zsolt is lekajáltatja. Fogy az a gumi. Szálljátok, azért nagyon gyorsan megeszik a gumikat. Talán az egyik olyan autó, ami a leghamarabb elkoptatja. Érdekes lehet, hogy Nagy Zsolt át tudja álmozni magát Szűcs Mátén. Így a maximum akkor a 4. hely, 2 lemon annál följebb fog érni. Én megkérlek, hogyha majd az utolsó körbe lépnek a versenyzők, jelez, hiszen én ezt nem látom. Kérem szépen, hogy 2 kör van a futamból, úgyhogy... Nagy Zsolt! Na nézzük! Hát ez simán, ez a BMW. Van annyi benne, hogy elmegy egy Seat Leon mellett. Próbálkozik itt még külsőben visszajönni Szűcs Máté, de nem fog tudni. Nagy Zsolt átveszi a 4. helyet, Szűcs Máté pedig már az 5. Mögöttük pedig Halász Gergő szeretné áthámozni magát Lengyel Ákoson, de... De Szűcs Máté ott marad. Így van. Nagy Zsolt mögöttünk, hogy ebből még lesz valami szerintem. Nagyon közel van a két autó egymáshoz. De szép képek voltak egyébként. Jókkol a kerék. Tehát álló hátsó kerekekkel. Milyen szépen ment Szűcs Máté autóiba a kanyarba. Nem mint a sok közel lenne a hátsó keréknek a forduláshoz. Nagyon szép kép volt egyébként. De hát azok a gumik fogynak nagyon az alatt a Seat alatt.
ennyi Ákos nem érezheti magát biztonságban. Ó, egy Szűcs Máté megforog! Szűcs Máté! Azt eldobta. Ó, és ott beleszaladt egy pilóta. Hát Halász Gergő volt. Halász Gergő. Azt hogy hozta össze? Elrontotta a kanyart, mert bukótérben volt Szűcs Máté. Ó! Hát Halász Gergőt most... Hát ezt nagyon eldobta a Szűcs Máté. Hát te hova... Na. Hát így nem lehet visszajönni. Hát jó. Ha úgy gondolt, hogy inkább elmegy a pálya mellett, aztán... ugrik öt pozíciót. Hát így is lehet nyerni pozíciókat. Közben, ha jól látom, Sajc János a 8. helyen Varga Pétert szeretné megelőzni, és főne 7. helyen, miközben az utolsó kört kezdtük meg. Igen, az utolsó kört kezdtük meg. Akkor itt az utolsó körben levadász-e Sajc Vargát? Na nézzük. Szűcs Máté a 21. 22. hát az ő versenyének lőttek. Igen, most jelenleg a boxban van. Ó, és tolja, Sajc tolja Vargát. De szép jelenet. Gyakorlatilag meglökte a kanyarba, hogy ugyan menjél már, mert gyorsabb vagyok nálad. Sajc egyébként Szabó csapattársa, aki továbbra is az élen van. Úgyhogy rövidesen oda kapcsolunk a első helyre, hiszen Szabó Gábor meg fogja nyerni. Igen, így van. Molnár Dániel hozza a harmadik helyen a Chevyt, negyedik helyen pedig nem Zsolt. És itt érkezik a célegyenesbe Szabó Gábor. És közben váltsunk a 7. és 8. helyre, Varga Péter és Sajci József. Szabó Gábor közben megnyerte a futamot, Csuborics a második, Monár Dániel a harmadik, Nagy Zsolt a negyedik, Ákos, Lengyel Ákos az ötödik, Gásva Zsolt a és hatodik. És Sajci János megelőzi, nagyobb a végtempója. Sajci János, nézzük, egyelőre őt írja a hetediknek a kompjúter, de szoros befutó lesz. Nézzük a végét, Sajcnak megvan a 7. hely. Varga a 8., Nagy Dávid a 9., Fazekas Árpád a 10., Hanász Gergő a 11., de érzésem szerint ott hátrébb kéne, hogy legyen. Hát szoros volt, 7., 8. hely. Szabó Gábor pedig megérte a futamot, a pole pozícióból indulva, hogy az elámosodott rajtunkat követően végig az élen volt. De akkor nem menjetek messze, mert hamarosan jövünk vissza a második futammal. Egészen pontosan, körülbelül 1-2 perc, úgyhogy reklámszünetre sem megyünk ki. Hiszen pillanatokon belül állnak fel a rajtrácsra a versenyzők, és egyébként az első 10 fordul, ami azt eredményezi, hogy Fazekas Árpád az első helyről fog majd nekivágni a második versenynek. Nagy Dávid lesz a második, Varga Péter a harmadik, Sajc János a negyedik, Gáspár Zsolt az ötödik, Lengyel Ákos a hatodik, Nagy Zsolt a hetedik, Molnár Dániel a nyolcadik, Suhorics Péter a 9., Szabó Gábor pedig a 10. helyről fog fordulni. A többiek ugye beérkezés szerint mennek majd. Szűcs Máté végül 24. lett, Galambos Péter pedig a 25. Bátfi Krisztián nagy meglepetése csak a 22. ugye közjátszott az is, hogy Varga Péternek neki ment, hát ő itta meg a levét, hiszen Varga Péter a 8. helyen van. És akkor várunk egyelőre rajtrács editálás zajlik, aztán pillanatokon belül felállnak a rajtrácsra, és kezdetét veszi a második verseny, álló rajta, tehát és itt már nem fogunk bealudni. Igen, így van, most már figyelni fogunk a dolgok menetére. Van, sorakoznak fel szépen a rajtrácsra. Bocsánat, az első 8 fordul.
Hát ebben megint belehibáztál, kedves kolléga. Így van, sajnálom. Elnézést kérek, nem a telepod. Hiba. Tehát Varga Péter az élről, Sajca második, Gáspár harmadik, Lengyel negyedik, Nagy Zsolt ötödik, Molnár hatodik, Subarics hét, Szabó nyolc, Nagy Dávid és Fazekas Árpád 9-10, Halász Gergő 11, és így tovább lefelé. Hát szegény Szűcs Máté a 24. helyről mehet most. Néha belekarodik itt a dolgokba, egyébként tényleg elnézést kérek. A rajt után is, hogy bealudtunk, meg most. Hozzá kell szokni egy kicsit a rész 07-es dolgokhoz. Ígérjük, a következő versenyre már nem lesz semmiféle probléma. Na és? De akkor állnak ki a pilóták a rajtrácsra. Így van. Hát én Varga Pétertől egy sima rajtot szeretnék. És nagy esélye van. De azt nézem, hogy az ötödik helyen van csak BMW is, úgyhogy ötödik hely és a hetedik hely, hogyha jól látom. Hát Varga Péter BMW-vel van még. Igen. Varga Péter, Nagy Zsolt és egészen a hetedik helyig visszanézve Subarics Péter, aki a hetedik helyről rajtol. Na és pillanatokon belül elrajtolnak a srácok. Néhány másodperc. És kezdetét veszi a második verseny, ebben a pillanatban elrajtolnak. Nézzük, hogy rajtol-e Varga Péter. Subarics Péter nagyon nagyot ugrott a hetedik helyről ki. Varga tisztán eljön az első helyen jelenleg. Gáspár Zsolt a második, Subarics és Nagy Zsolt a harmadik, negyedik helyen. Sajc nagyon visszaesett. És Varga elfordul első helyen. Subarics a második. No, az elképesztő. Gáspár Zsolt a harmadik, mellette Lengyel a negyedik helyen. Aztán jön Szabó Gábor az ötödik, Nagy Zsolt a hatodik, Sajc nagyon visszaesett, csak a 12. helyen van. Közben hatalmas tülekedés itt a rajt után az első sikámba. Így van, Szabó Gábor mellett szeretne elmenni itt most gyorsan. Nagy Zsolt, Bátfi Krisztán pedig elhagyta a versenyt. Minden bizonyos. A harmadik és negyedik helyen Gáspár Zsolt és Lengyel Ákos hatalmas satában van. Hogy de kemény! És kiforgatja! Na. Úgy de agresszívak voltak. És közben Nagy Zsolt ott van az ötödik helyen. Gáspár Zsolt mögött. Na talán itt meg... Ajajajajajaj. Ő is egy picit lekoccolja. De még ennyi belefér. Subarics pedig üldözi Vargát. Érzi, hogy ő nem tud úgy menni azzal a BMW-vel, és megfoghatja. Igen, így van, ott van a szélárnyékba, Varga mögött, és talán külső éve megpróbálja meg előzni. Hát egyelőre Varga bent tudja tartani, ott egy pici pöci. Varga az élen, de elrontotta a kinyomsítás, de... Közben a harmadik, negyedik, ötödik. És... A harmadik, negyedik és ötödik hely. Lengyel Ákos, Szabó Gábor és... Nagy Zsolt. Gáspár Zsolt. Nagy Zsolt a hatodik. Elnézést. Ó! Gazsó! Gáspár Zsolt! Kicsit megdrifteltette azt az alfát. Látványosnak, látványosnak túl gyors. Ez a monőve. Monár Dániel a hetedik jelenleg. Mögötte Halász Gergő. Hátrébb is van nagy csata, Szűcs Máté, Szabó Bence 16-17. El, Szűcs Máté szeretne feljebb jönni, előttük pedig Müller Péter van. Na nézzük, Szűcs Mátét itt külsőben nem fogja körbeutózni egyelőre Szabó Bencét. Szeretne följönni Szűcs Máté, de hát innen
Túl messzire nem fog eljutni. És közben Ashley Pritchard szinte egy csatoló megint. Ugyanúgy, mint az előző körben. Az első kanyarra tartogatja és ugyanúgyra lőszerét. Ó, és mind a két pilóta elrontja az első kanyar. Ó, és Schumacher meglökték! Na, itt aztán volt itt minden. Csubovics kicsúszott és összeesett eléggé. Nagy Zsolt pedig a negyedik helyen van és Gáspár Zsolt mellett szeretne elmenni. Nézzük, külsőben körbeutózza Gáspár Zsoltot. Nincs meg neki. Talán pont rossz. Az a sikambá. Rossz híven volt. Beleszólt a leveség. Közben mögöttem Molnár Dániel azért. Molnár Dániel, hoppá! Molnár Dániel megelőzni a Zsoltot? Így van. Megelőzni a Zsoltot. Na. Jó volt. És nagy Zsolt mellett mindjárt elmegy Halász Gerdő is. El is ment mellette. De nem. Majd mindjárt. Suborics a hetedik. Oly, de agresszívan jön is, már tenné be Halász Gergőnek. Mármint csak mellé, de nem megy. Hát Varga az élen, Szabó Gábor sokkal gyorsabb nála. Gáspár Zsolt a harmadik, Manel Dani a negyedik. Aki? Hát célegyenesben? Célárnyékból? Úgy de tapad, de nézzük, kiteszi külső ívre. Hát erőből megint elmegy az Alfa mellett. Állj, elrontja, de Nagy Zsolt nem lesz volna. Suborics pedig megelőzte Halász Gergőt, aki most Lengyel Ákos is megelőz. Úgyhogy Suborics és Nagy Zsolt a két BMW egymás mögött. Igen, itt megint kialakult egy szép vonat. Ó, és ott egy picit megcsúszott Nagy Zsolt. Nagyon akar fölkapaszkodni Suborics. Eléggé csúnya hibát követtek el elején Marga Péterrel. Igen, hát egy-egy ilyen baleset ugye előfordul, de ettől függetlenül egyébként nagyon fair. És közben Lengyel Ákos már érkezik Suborics nyakára. Talán itt a sikámba be is fogja próbálni. De nem. Nem annyira merész. Ó, és Nagy Dávid közben elszáll. Hátrébb. És közben Lengyel Ákos fogja utolérni nagyon közel érkezik Suborics mögé a hatodik helyen. Igen, de egyébként ott előrébb meg Molnár Dániel Gáspár Zsolt mellé szeretnék beszúrni. És megint megelőzi az egyenesben, nézzük meg tudja tartani. És most talán jó a féktáv. És Lengyel Ákos elmegy Suborics mellett kérem szépen. Ó, jaj, megküldette. Ah, de nem. De Ákos van a hatodik. Kirohathatna egy Zsolt után. Közben Molnár Dani ugye áttépte Gáspár Zsoltot is. Molnár Dániel közel megint a dobogóhoz. Ez nem Suboricsnak a hétvégéje egyelőre. Szerintem a kedves nézőknek, hogyha van valami kérdés, vagy valami tanácsuk az adással kapcsolatosan, akkor írnak nyugodtan meg a chatbe, hiszen hogyha tudunk, akkor válaszolunk. Közben a második helyen Szabó Gábor utolérte Varga Pétert, és könnyen lehet, hogy néhány másodpercen vagy néhány percen belül előzést láthatunk, vagy legalábbis kísérletet. És itt már beteszi mellé, belülre az autót. Na nézzük, hogy elmegy mellette.
közben Sajci János 14. helyen érkezik előzési pozícióba. Talán itt meg lehet neki. És belső éven elmegy. Ó, kitereli. Mind a ketten kicsúsznak, hát de. Két sev is. Érdekes, érdekes előzési manőver volt. Igen, és Fazekas Árpád is megelőzte így Nagy Dávidot, illetve Gájer, Tóth Gergő kilépett a szerverről mindeközben. Molnár Dániel a hatodik helyen van, hibázott. Molnár Dániel hatodik helyen és Sugarics majd nyüstöli. Hoppá, lemaradt Molnár Dánielről. Gáspár Zsolt ebben a harmadik, Szabó Gábor meg nem bír Varga Péterrel. De azért nagyon, nagyon közel van hozzá. És Sugarics meg pöcköli Molnár Dánielt. De nem lett belőle szerencsére baleset. Utóbbi két körül figyeltem, hogy Szabó Gábor egy kicsit javított a leggyorsabb körén, miközben Varga Péter volt a lassabban megy a pályán. Közben Fehér Milán is kiesett. Mindjárt közben még hét kör a hátrafutamból. Mennyi? Hét kör. Ó, mennyit tettek eddig? Meg nem is számoltam. Öt. Most fejezték be a hatodik körüket. A Sugarics Péter, hát nézelődik, de nem tud elmenni. Halász Gergő pedig külsőben, Nagy Zsolt pedig szeretni külsőben a harmadiken körbe utózni Gáspár Zsoltot, akinek sikerül. Vajon? Áj, de kemény, csak olyan rossz a kameraállás, hogy mire megkaptuk a képet, mire lemaradtunk az előzésről. Nagy Zsolt átvette a harmadik helyet. Gáspár Zsolt a negyedik, Lengyel Ákos ötödik, Molnár Dániel hatodik, Sugarics hetedik, Halász Gergő nyolcadik. De szerintem váltsuk az első két pilótára, és lesz itt még valami. Így van, biztos, Szabó Gábor. Biztos, hogy nem hagyja magát Varga Péter sem, mint hogy elvegyék tőle ezt a győzelmet. Nem hagyja azok nagyon könnyen magát. Szabó Gábor meg arra hajt, hogy a második futamot is bezsebelje. Igen, és akkor kettős győzelem itt Fujiban, amivel jelentősen előrébb lépne a bajnokságban. Aki sokat fog így bukni, az Lengyel Ákos egyébként a VB-n. Viszont, hogyha Szabó Gábor megnyeri a másik futamot, és akkor szerintem simán fogja vezetni a bajnokságot, jelenleg a harmadik helyen van, 16 ponttal elmaradva a Nagy Zsolttól. Így van. Aki jelenleg a harmadik helyen versenyzik, autózik. Na nézzük. Itt még nincs semmi. Na, Szabó Gábor, mikor próbál meg? Sokan még hátra, azért óvni kell azokat a gumikat. De sokat nem várhat Szabó Gábor. Hiszen már azért túl a verseny felén. Ha elkezdenek kopni a gumjai, onnantól fogva nem fog tudni nagyon előzgetni. Tehát addig át kéne lépnie Varga Péteren, és akkor onnantól fogva felvenni a védekező állást, és megpróbálni megtartani az első helyet. Amit talán az egy kicsit könnyebb kopott gumival, mint előzni. De azért nem, hogy olyan könnyű magát. Gáspár Zsolt sem ott van a negyedik helyen. Nagy Zsolt mögött. Na és most beszúrt belső íven ismételten Szabó Gábor, de nagyon jó a BMW-nek a végsebessége. A képen is látszik, hogy egyszerűen nem tud elmenni az egyenesbe Szabó Gábor. Mindeközben Gáspár Zsolt
előzési pozícióban külsőre talán megpróbálhatja Nagy Zsolt mellett. Hát körbe utózza? Ó, de komoly! Nem, megfőzött a vívőt. Hoppá, hoppá! 8. helyen Suborics, hiszen Anasz Gergő megelőzte. És feljön a 7. helyre. A Suborics esik vissza. És közben üdvözöljük a cseten Tóth Gárgőt, aki amiatt lépett le, hogy amióta fönt van neki ez a játék, azóta folyamatosan ledobja a szerver. Sajnáljuk, hogy emiatt kellett kilépjen, és emiatt hagyta el a szerver. Suboricsnak nem megy, itt is megdrifteltheti a BMW-t. Viszont Varga Péterre most nagyon ott van Szabó Gábor a második helyen. Na így talán meg lehet a célegyenesben, nézzük akkor, hogy... Annyira nem. Belsívre próbál bemenni, de... Kevés. Nagyon kevés. Egyforma tempója két autónak, talán kicsivel gyorsabb az a BMW. Nem bír, Szabó Gábor nem bír Varga Péterrel, és Nagy Zsolt pedig Gáspár Zsolt ellen kell megint védekezzen. Gáspár Zsolt nem tud beszúrni. Lengyel Ákos érkezik, közben Suborics visszavette a 7. helyet Halász Gergőtől. Most megkapta a nyakára Gáspár Zsolt Lengyel Ákost. Informálnék, hogy hány kör van még hátra. Ó, Lengyel Ákos nézelődik nagyon. Még 3 kör van hátra. Suborics a 6., megelőzte Molnár Dánielt. Erről is lemaradtunk, miközben Lengyel Ákosékat nézzük. Lengyel Ákos nagyon szeretne elmenni Gáspár Zsolt mellett, és fejlődni 4. helyre. Két alfa összecsapása jelenleg. Szoros lesz ez a futam is, szintű mint az első. Most közben Szabó Gábor megint próbálkozik, de nem jön össze. Lengyel Ákos sikerül, viszont a 7. 8. Halász Gergő, Suborics Péter és Molnár Dániel 3-an a kanyarban, nem fogtok elférni. Suborics tartja a 6. helyet, Molnár Dániel 7., de jobb a kigyorsítás, és be is teszi már belső évre Suboricsnak. Nézzük, körbe tudja itt autózni. Meglök egy kicsit Suborics, de... Hoppá! Elmegy Suborics. Elmegy, itt meg átvette a kanyart Molnár Dániel. És közben még Gáspár Zsolt el van foglalva Lengyel Ákos, addig Nagy Zsolt megugrik tőlük. És egy lélegzetvételnyi előnyt szerez. De hogy nézem, itt Nagy Zsolt folyamatosan közeledik itt a első két pilótához. Na-na! Hát, 2 kör, nem hiszem, hogy meg lesz. Lengyel Ákos viszont nem tud mit kezdeni egyelőre Gáspár Zsolttal. Hát én azért Nagy Zsoltot még nem írnám le. Versenyzői tudását ismerve. Valószínű, hogy valamit még ki tudod agyalni az utolsó 2 körre. Hát most már nincs 2 kör hátra, miközben Szabó Gábor külső éven és belső éven. 1 kör van hátra a futamból.
2,3 másodpercre van lemaradva, ugyanis már 1,7. Lengyel Ákos pedig átvette a negyedik helyet Gáspár Zsoltól, nézzük, hogy meg tudja tartani. Így van. Úgyhogy Lengyel Ákos a negyedik, Gáspár Zsolt az ötödik, Suborics Péter a hatodik, de itt hetedik, nyolcadik hely. Úristen, mit jönnek a srácok. Monár Dániel tolja le a pályáról Suboricsot. Halász Gerük pedig Molnár Dánielt átvágják mind a ketten a kanyart. Nem lefutott ez sem, csak úgy, mint a negyedik, ötödik helyen Gáspár Zsolt és Lengyel Ákos. Varga Péter. Ó, Varga Péternél felső éven, külső éven. Ó, nem is tudom már, hol vannak a pilóták. Külső éven van jelenleg Szabó Gábor, Varga Péter van belső éven. Viszont alá fog, nem tud alá fordulni Szabó. Túl szűk volt ahhoz ez a kanyar. És ez Varga Péternek innentő fogva meg. Hát itt viszont nagyon jön, nagyon szoros befutónk lesz. Próbál szélányéből maradni Szabó Gábor, itt most nagyon-nagyon jön rá, nagyon jön rá. Na nézzük, hogy meg lesz-e neki a vége Szabó Gábor vagy Varga Péter. Nézzük, ki nyeri meg a második verseny. VSL ATCC bajnokság második verseny hétvégéjének a második versenyét. És Szabó Gábor, aj, de szoros, és de nem. Varga Péter. Á, Varga Péteré. Varga Péter a győzelem. Egy centivel. Szabó Gábor a második. Nagy Zsolt a harmadik helyre behozza a BMW-t. Lengyel a négy. És Gáspár Zsolt 5, Molnár Dani 6, Suborics 7, Halász Gergő 8. Krisztián, Lengyel Krisztián a 9., Csajc 10, Fazekas 11, Gájer 12, Pikó 13, Szűcs Máté 14. lett végül, egyedüli szajátosként Müller Péter 15, Nagy Dávid 16, Vég Szabi 17, és így tovább, további sorrend. Hát nagyon szoros volt a befutó, 17. Szabó Bence, 18. Galambos, egyébként végigmondom, Veres Ákos 19, Nagy László 20 és Juhász Csaba. Hát így leégett motorral befut a utolsó helyem. Nagyon kemény volt a vége, majdnem meg lett Szabó Gábornak. Egy milliméterrel Varga Péter futott be jobban, és akkor jövünk az interjúkkal. Hozzuk ide a srácokat. Öt pilótát fogunk várni. Hát egyelőre keskélem itt a srácokat, hogy be tudjam húzni őket interjúra. Szabó Gábort meg is találtuk. User was moved to your channel. Így van, üdvözlünk Szabó Gábor. Sziasztok. Aztán keressük a többi versenyzőt is, de meg egyelőre nincs meg mindenki. Ugye Suborics Péter, Molnár Dániel, akit még várunk. Aztán Nagy Zsolt és Varga Péter is. Megkérnélek, hogy Gábor, tudsz nekem segíteni, hogy kit milyen nicknéven találok meg? Danit azt itt megtaláltam. Varga Péter Oldan néven van. Varga néven? Oldman néven van Varga ja. Péter, aki most a Ásétszatot megnyerte. Igazából lehet, hogy többiek nincsenek is itt. Egyelőre Molnár Dániel, Szabó Gábor és Varga Péter itt van közöttünk, és továbbra is várjuk még Nagy Zsoltot és Suborics Pétert. Nagy Zsolt a pont, pont, pont. Nagy Zsolt a pont, pont, pont. Akkor meg is van, és akkor már csak Suborics Péter hiányzik. No, és hát addig mi megkezdjük itt az interjúkat. Az első versenyen Szabó Gábor tudott nyerni, második versenyen pedig
második helyre hozta be nagyon szoros csatában Varga Péterrel a Chevrolet-t. Hát akkor hozzád fordulnék elsőnek, először is gratulálok az első és a második helyhez. Köszönöm szépen. Hát az időmérő után ugye popozícióból tudtál rajtanőt meg tudtad nyerni elég fölényesen. Ha jól emlékszem így fejből, akkor talán 5 tized volt, 4-5 tized volt az előnyöd így az időmérő edzés végére, ami nagy meglepetés volt számunkra. Az első versenyen icipicit bealudtunk, hiszen elfelejtettük, hogy nincsen felvezető kör, de egyébként nagyon szépen kaptad el a rajtot és meg tudtad tartani az első helyet az első kanyarban, amit ugye onnantól fogva végig tartani is tudtál, és meg tudtad nyerni az első futamot. Ugye Suborics Péterrel voltak csatáid, de jelentősebb ütközetre nem került sor. Hát a második futamon meg rajt után lépegettél fokozatosan előre, aztán végül is második hely jutott számodra csak, hiszen körülbelül 2 mm volt közted és Varga Péter között a különbség a befutónál, ami eddig a VSR ATCC bajnokságban talán a legszorosabb befutó volt. Te hogyan értékelnéd a saját teljesítményedet ezen a hétvégén? Elégedett vagy-e ezzel az első és második helyjel? Vagy szeretted volna azért kettős győzelemmel zárni ezt a hétvégét így a pole pozíció után? Mesélj nekünk egy kicsit. Eléggé meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel, igazából aláírtam volna, hogyha futam előtt azt mondják, hogy 1-2. Az időmérő nekem is meglepetés volt, mert 37-1 volt a legjobban. Hát a 20 időmérő el tudtam kapni egy jó kis szélányokat is, hát az 5 tizedet jelentett. Tehát végig az egyenesen szélányokba tudtam menni, és ezért tudtam ilyen fölényesen megmondani az időmérőt. De az első verseny is igen, elég jól el tudtam jönni, mellettem egy BMW volt, azt hittem, hogy le fog rajtolni, de hát lehet, hogy elúlt, vagy a váltó elosztás miatt nem tudott nagyon jól rajtolni, így meg tudtam tartani az első helyet, és hát utána végül is tudtam kontrollálni a versenyt. Hibázott is mögöttem a Suborics Peti, így igazából az egy simább győzelem volt. Hát a második verseny már nem sikerült, de így is nagyon örülök ennek a második helynek. Azért a végére elég izgalmas lett. Nem tudom, hogy honnan szedte azokat a plusz lovakat az Orman az autójába, de azt hittem, hogy meg lehet a végére. Hát gratulálok neki is. Számogattunk egyébként itt fejben, hát nem hivatalosan, hogyha jól számoltuk, akkor elméletileg átvetted a bajnokságban a vezetést. Hogyan látod, fogod tudni tartani így azt a minimális előnyt, vagy azért még nagyon messze van a vége? Hát azért még eléggé messze van a vége, de reménykedem benne, hogy tudom tartani végig, vagy esetleg még egy kicsit növelni is. Hát mindenképpen gyakorolni fogok, hogy minél jobb eredményeket tudjuk elérni. Értem, hát köszönöm szépen, gratulálok még egyszer az első és második helyedhez. És Molnár Dánielhez fordulok, hiszen az első futam a harmadik helyen futott be, aztán a második futamon is. Hát nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy tiéd lesz a harmadik hely. Ott egyébként lemaradtunk róla, hiszen hátrébb volt nagy csata, hogy pontosan mi történt veled, nem tudjuk. Majd rátérünk, hogy kicsúsztál, vagy meglöktek, és azért szorultál vissza a 6., 7., 8. hely környékére. Egyébként nagyon nagy csatában voltál te is végig az egész verseny során. Végül egyébként ha jól emlékszem, akkor a 7. hely jutott neked, vagy igen, remélem jól csinál a szimatom. Te hogyan érezted ezt a verseny hétvégét? Mennyire feküdt a pálya? Mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Mennyire sajnálod azt, hogy nem sikerült mind a két futamon dobogóra állnod, csak az egyiken? Illetve mesélj nekünk arról, hogy hogyan is csúsztál le második futamon a harmadik helyről. Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök a harmadik helynek igazából. Elején, amikor így még teszteltünk és raktuk össze a pályákat Kovács Gabival, akkor végig úgy tűnt, hogy a Lecetti az egyenesben nem olyan jó. Aztán igazából meglepődtem, hogy első futamon azt hiszem a 7. helyről jöttem föl, és a BMW-t is meg tudtam előzni, Seatot is, Alfát is, Hondát is, tehát lényegében
baromi jó volt a szélárnyék, nem tudom hogy, de nagyon felgyorsult ez a kis dévú, úgyhogy jól tudtam vele előzni, az első futam az jó volt. A második futamon elfékeztem, volt egy olyan 4 körzsinór, amikor folyamatosan elfékeztem azt a kanyart, nem tudom miért, első futamon tök jó volt. Aztán valamiért nem volt tapadás. A végén pedig 6. lettem, megelőztem a Suborics Petit az egyenesbe. Akkor erről is lemaradtunk. Hát, köszönjük szépen, gratulálok neked még egyszer. És hát akkor kihez forduljunk, itt van velünk Varga Péter, aki megnyerte a 2. futamot. Szia Péter, üdvözöllek. Sziasztok. Először is gratulálok, nagyon nagy versenyben voltál Szabó Gáborral. Nagyon nagyokat kellett azért védekezned, és a végén ugye egy hihetetlenül szoros befutó volt. Na mesélj, mennyire örülsz ennek a győzelemnek? Az első futam nem alakult túl jól a számodra. Igen, sajnos az első futamon előre jöttem, csak aztán valaki elmérte az első féktávot és kiütöttek. Onnan a hátulról ugye pont a 8. helyig sikerült visszajönni. Bátfai volt egyébként. Fai, köszi. Ami hát olyan szempontból ültem neki, hogy legalább akkor meglett a pole pozíció. Elindultam igazából, jó volt a rajtom, utána elkezdtem neki nyomni, Puma ennek ellenére zárkózott fel, mondjuk ezt tudtam róla, hogy hamar utol fog érni. Aztán igazából én meglepődtem, azt hittem, hogy az egyenesbe simán ki fog kerülni, de sikerült úgy néz ki a BMW-t tényleg rendesen beállítani, hogy legalább az egyenesbe megkapjak ki. És egy nagyon jó kis fercsatát sikerült vívni. Egyszer-kétszer egymáshoz értünk, de szerintem semmi durva nem volt. És szerintem egy plusz 5 km per órával gyorsabb az autója, akkor ő nyerne. Mert hihetetlen jót ment. De nagyon örülök ennek a futamgyőzelemnek, mert ugye a Sepangban az utolsó körben sikerült az első helyről eldobni. Most legalább megvan akkor egy győzelem. Jó hallani ezt, hogy ennyire örülsz neki. Hogyan látod így bajnokságban? Lehet keresni valót a további versenyeken is, így az élmezőnynél? Igazából én szeretném azt hinni, hogy igen. Tehát ennek úgy is kell hozzáállni, hogy igen. Így, hogy ugye most összejött egy futamgyőzelem, meg azért dobogon voltam Sepangban is. Viszont ha az ellenfeleimet nézem, Nagy Zsoltot, Danikoszt, Pumát, rendkívül jó pilóták, és Puma is, meg Nagy Zsolt is pont a konstans jó szerepléséről híres. Tehát igazából nekem most már inkább szerencse kéne, hogy utolérjem őket. Értem. Hát meglátjuk majd, hogy mi lesz még. Sokan még hátra. Legközelebb majd 2 hét múlva lesz verseny. Akkor majd kiderül, hogy hogyan sikerül beállítanod a BMW-t ismételten. Még egyszer gratulálok. És az utolsó interjú alanyunk Nagy Zsolt, aki a 2. versenyen a 3. helyen futott be. Hello Zsolti! Sziasztok! Hát nem alakult túl jól számodra ez a verseny hétvége, úgy mint a nyitó futam Sepangban. Kicsit mintha az első kerekesek így bedaráltak volna titeket itt a BMW-kkel. De azért nagyon nagyokat vívtál, mind az első, mind pedig a 2. futamon, ami ugye egy 3. helyet eredményezett. Gáspár Zsolttal, Lengyel Ákossal nagyon nagyokat csatáztál. És ő egyébként még hogyha lett volna néhány kör hátra, akkor érzésem szerint be tudtad volna fogni az élen haladó Varga Pétert is, Szabó Gábort is, hiszen nagyon jó volt a tempód. Te hogyan értékeled a saját versenyét végzett itt Fujiban? Elégedett vagy-e? Vagy többet vártál, mind magadtól, mind pedig az autótól? Igazából a futam előtt ezzel az eredménnyel talán még ki is egyeztem volna, de egy utólag azért érzem, hogy több volt benne. Időmérőbe is hagytam sokat, de úgy gondoltam, hogy a rajt az majd jó lesz, és ezzel visszahozom. De hát valahogy sikerült, hogy nagyon rossz rajtot fognom az első futamon, nem is értem, hogy. Hát a váltó miatt lehet csak bealudtam, nem tudom. Hogy nem sikerült előre jönni. Sajnos Lengyel Ákossal volt egy kisebb afférom, benéztem a féktávot és kilöktem őt.
Vissza is engedtem azonnal, de így hátraestünk a bolyba. Úgyhogy ahelyett, hogy megérkezhettünk volna az első kettőre, beragadtunk középen. Onnantól kicsit szenvedős volt a futam, de sikerült be az a negyedik helyre így is. Második futamon szintén bíztam a rajtban, most úgy, ahogy sikerült is. De az első kanyarban kicsit le lettem szarítva, úgyhogy visszaestem ott is. Aztán, ahogy sikerült előre jönni a harmadik helyre, onnantól kezdtem ráérezni az autóra. Egész jó időket tudtam futni. Meg is lepődtem rajta, hogy mennyire közeledek az előttem lévőkhöz. És hát tényleg így örültem volna, ha van még mondjuk két kör, látva, hogy csatáztak ott. És esetleg akkor beleszaladtam volna én is. De hát ez van, nem nagyon bánkoltok, mert mégis két jó helyezést sikerült elérni. De ahhoz, hogy bajnokságba újra előre lépek, ahhoz ennél több kell. De hát talán kicsit több teszt is kell hozzá majd, úgyhogy két hét múlva ez lesz a fő dolog, hogy kicsire jobban begyakorolom a pályát, aztán remélem, hogy jobb eredmények jönnek. Értem, köszönjük szépen. Gratulálok neked, illetve minden dobogósnak még egyszer. És sok sikert kívánunk majd két hét múlva a következő verseny hétvégén. Mi pedig búcsúznánk, ennyi lett volna már a VSR ATCC bajnoksága, innen Fujiból. Jó magam, Fáj András voltam, kommentátortársam pedig Fekete Lehel. De mielőtt véglegesen lezárnám. Még mielőtt végre... Gratulálok mindenkinek. Na tehát gratulálok én is minden dobogós helyzetnek is. Köszönjük, hogy minket választottatok. Ma este is. Jövő héten is. Most pedig átadnám akkor neked a szót, kedves kolléga. Köszönöm szépen, kicsit itt összedaráltuk egymás szavait. Így van. Először is én is köszönöm minden kedves nézőnek, aki ma is velünk tartott. De tartsatok velünk a hét minden napján, hiszen adásdömping továbbra is, rengeteg adással várunk benneteket. Leghamarabb csütörtökön jelentkezünk a Massimnak a MTCC bajnokságával. Aztán pénteken este is két adással jelentkezünk az 1-es és a 2-es csatornán. Majd szombaton, illetve vasárnap is jövünk adással. Aztán jövő héten is lesznek majd még adások. Úgyhogy érdemes minket nézni, amikor csak tehetitek. Én további szép estét kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést ahhoz, amit éppen csináltok. Sziasztok!